Kedves diák, köszöntelek mindenkit. Nagyszerű látvány vagytok így együtt, 50 év után. Én nem értem egy nagy hosszú szöveget, amit leírtam, azt nekik elküldtem, mindenki olvasta. Tehát törőseket úgy nem tenni, hogy nem, azonban mind van újabb szó, amit el kell mondani. Köszöntöm titeket, és külön köszöntöm Károly Marták egyik az igazgatónőt, aki a gimnáziumnak a képviseletében elfogadta a meghívásunkat, jelenlétét és megtisztelt bennünket, és együtt örülünk velünk együtt a 50 év rékordokra. Öt évente találkoztunk korábban, amíg a fiatalság úgy engedte. A 45-es felangulón köztetkiáltásra azt mondott el, hogy évente találkoztunk. Én köszönöm nektek, köszönöm mindjárt, hogy eljöttetek mindig a hívószóra, hozzátok mindig elég a hívószó, és jó szándékkal, szeretettel, diák szívőket mindig köszönöm. Azt, hogy találkozunk, egymást arcát látunk, egymást kellett fogjunk, egymáshoz szólhassunk, elmeséljük a kis dolgokat. Emlékeztetre mindig voltak egy rendhagy osztály, hogy kórlányunk, én olvastam, hogy mondjátok, írtam azt, a mindig benne meg volt. Annak még Iván Márki, a kedves osztályfőnökünk velünk volt. Ma már emlékem van közöttünk, ahogy nektek el is küldtem, és elmegyek. Én köszönöm a családjaitoknak is azt, hogy lehetőségek azt, hogy eljöhetek hozzátok. Idegesen a családtagjaitoknak. És külön köszöntöm a családtagjaitokat, a szeretéket, széléket, akik eljöttek, és megtisztelnek bennünket a találkozót. Köszönöm mindenkinek a szellemi és anyagi segítségét, mert a találkozók úgy érdeklésre, hogy a segítségeknek a felhasználásával, bedolgozásával, összefoglalásával tudunk ebben felülni. Így jött össze 50 év után is ez a mai kedves nap. Most felkérem az osztályt, hogy tegyek fel, és emlékezzünk, összefoglalásával. Végtelenül tisztelt, szeretett öregapánkra, így mondjuk, aki hozzám abszolút közel állt, posztetőnkre. Így mondjuk, hogy adjon egy Isten végés megnyugvás, sokkal honnan öregénk. És most hallgassák meg a szélrák közül származó posztetőnéki üzenetet. Kedves népi osztályom, mondja Jan bácsi. Szeretett egykori gimnazista diákjaim, gyermekeim. Örökégi pályámról szellemiségemben szerettel köszöntök titeket. Szellemi értékeim között őrzöm egykori kedvességeket. Új jó volt veletek találkozni, látni életetek alakulását, megismerni gondolataitokat, gondjaitokat, örömeiteket, sorsok alakulását. Amikor titeket megismertelek, 15-ek voltatok. Reményekkel, vitakozással, izgalmakkal teljesen éltetek videón, gimnazista diákéveti éveiteket. Kedves osztályom voltatok, örömmel és szerettel voltam mindig köztetek. Edényedtem útjaitokat, gondjaitokban idegesítem megértő segítő barát lenni. Ez így is volt. Emlékezetekben örök maradt ez a tanár-diák kapcsolat, egy osztályfőnök jó szavak. Szép kirándulásaink voltak. Ezekből lehet tartalmasabb, hogy osztály abszolút összekovácsolta, összetartó erőt adott, az esztergomi három napunk volt, ez megmaradt emlékeitekben. Innen a örökégi bolygó utamból az univerzumban szellemiségemből sugallom nektek újra egykori szavaimat, melyeket a balladásból mondtam nektek. Gyermekeim, Istenben!
Majd a 25 éves találkozókon a gondolatomat újra szaggatottam. Találkozatok majd akkor is, ha én már nem leszek, őrizzétek a diákkor szép emlékeit. Megkötöttem a elmúlt életem után örök bolygóval lettem, és égi utamon velem vannak elfogyott osztálytársaitok lelkei. A régi pályáról, a szellemiségből sugárzó szeretettel titeket idézlek, öreg diákkor lett hajdani ifjú diákémat. Említettem egy találkozatok alkalmával, hogy az én öreg diák társaim közül már csak öten éltünk, és havonta találkoztunk egy Budapestben, emlékeztünk. Ezért üzenem nektek égi bolygó pályáról az egykor szavaimat. Találkozatok, találkozatok, találkozatok. Isten adja mindjártoknak, családjaitoknak, szeretteiteknek jó egészséget, szerencsét, kitartást az életben, találkozatok, hogy barámok, maradjatok, összetartok, örök négy osztály. Legyen veletek a hit, a remény, a szeretet. Életben túli szellemi létem hangtalan kerint az univerzumban, a szférák végtelenében, őrzöm a négy osztályom tiszta, kedves, örömteli emlékeit. Isten áldásával. Ivan Pászi. Most felkérem, hogy köszöntsem a Jubileum négy osztályát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon nehéz ilyen szavak után megszólalni. Megható és nagyon megtisztelő számomra, hogy én köszönhetem az 50 éves érettségi találkozót és önöket az Alma Mater falai között. Megtisztelő ez a, és kötelezettség is úgy gondolom a részemről, hiszen én vagyok annak a gimnáziumnak jelenleg az igazgatója, főigazgatója, ahol annak idején érettségiztek. Néhány szót hadd mondjak magamról és az iskolából, hogy mi történt azután. Én 30 évvel ezelőtt kerültem Tiszafüredre, a férjemmel úgy döntöttünk, hogy itt alapítunk családot, és azóta itt maradtunk és Tiszafüredért lettünk. Az én alma máterem a Sárospataki Gimnázium volt. Én ott tanultam meg ezt a szót, hogy mit jelent, hogy alma máter, és valahol ezt próbálom itt is meggyökeresztetni, tovább ápolni ebben a gimnáziumban, amelyet már 2000 óta vezetek. Ez az épület, azt tudják, hogy 68-ig volt csak gimnázium, utána megépült az új iskola, és ez egy általános iskolának adott helye. De a sors úgy hozta, hogy 2005-ben ez az általános iskola és a gimnáziumhoz került, még másik két általános iskolával, és így egy nagyon nagy intézmény vagyunk. A jelenlegi nevünk az Kossuth Lajos Gimnázium, szakképzőiskola, általános iskola és kollégium. Volt pedagógiai szakszolgálatunk is egy darabig, egy nagy intézmény vagyunk. A gimnáziumi képzés aztán később kiegészült kereskedelmi, közgazdasági, idegenforgalmi, szakmai képzéssel. Most az új oktatási politika inkább tiszta profilú iskolákat támogat, úgyhogy a szakképzésünk az kifutó rendszerben van, és önálló szakképző intézmények lesznek a későbbiekben. Ennyi csak tényleg röviden tájékoztatásul az iskoláról. És az alma máter, mert hogy én szeretem ezt a szót használni, szerintem nagyon szép szó. Azt jelenti, hogy tápláló anya. És valahol szimbólumokat szoktunk használni pedagógusok, hogy képszerűvé, elképzelhetővé tegyük azokat az érzéseket, amiket gondolunk, és nem tudjuk másképpen kifejezni. Nagyon jó szimbólumnak tartom azt, hogy egy iskola az mindig gyökereke, az a tanítványainak, vagy próbál adni kell, hogy adjon, és szárnyakat növeszt. Hát 50 évvel ezelőtt egy kapu kinyílott a ballagáson, mindenki elindult, és reméljük, hogy olyan gyökereket eresztett, és nem remélem, én látom most már, biztos vagyok benne, ami visszahúzza ide önöket. És olyan mélyek ezek a gyökerek, olyan pedagógusaik voltak, amelyek segítették önöket életük során, hogy biztos értékrenddel, biztos hittel, becsületes életet tudjanak élni, és egy olyan pályára befutni,
amivel talán azt mondhatják, hogy igen, elégedettek voltunk. Én még egyszer nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és meglepetésként én elhoztam a negyedik évét. És véletlenül sem szeretnék Iván bácsi helyébe lépni, nem vagyok méltó rá. Én csak nagyon szeretném, hogy majd néhány év múlva, nekem is már néhány év múlva, az én osztályaim is majd így emlékezzenek, vagy így járjanak össze. Az én osztályom, az első osztályom már 20 éves találkozón túl van, egy másik osztályom az a szeptemberben a 15. érettségi találkozóját fogja. A sajátomról nem beszélek, de már én is közelítem lassan a jubileumit. És szeretném, hogyha a nyomdokaiba léphetnék ezeknek a pedagógusoknak, és azoknak az iskola vezetőknek, akik ilyen diákokat tudtak kibocsátani, hogy ilyen közösségek voltak, hogy megszervezik a találkozót, és segítik, támogatják egymást, meghallgatják a másikat, hogy ilyen osztálytársak vannak, akik veszik a fáradtságot, és megszervezik minden évben. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon példamutatóak az elődeink, és én igyekszem, hogy a nyomdokaiba tétják. Most én azért is hoztam el ezt a naplót, mert én szeretném felajánlani majd a múzeumnak, hogy kerüljön oda ez is a többi lelkügye közé. Ezt megtehetem, mert ez nem az anyakönyv, azt elárulom. És ebben a haladási részben az sincs benne, hogy ki mikor hanyas kapott. Nem kell megijedni, kiderülnek a stílik, bár az igazolatlan órák és jelzások benne vannak, de ebben a naplóban benne van az, hogy kit tanítottak, és hadd olvassam fel a nevüket, jó? Az utolsó évben. Hát Szigeti Iván bácsira nagy tisztelettel emlékezünk, de hasonlóan a történelmet Vince Imre tanítottam, az orosz nyelv és irodalmat Zemlényi Zoltánné, a német nyelv és irodalmat Szigeti Ivánné, matematikát Zemlényi Zoltán, ábrázoló geometriát Szigeti Iván, fizikát Bárány Sándor, logika, mert egy ilyen szantár is volt, Üppaldi Zoltán, testnevelés Kulcsár László, és gyakorlati foglalkozás Szigeti Iván és Nagy Miklós. És megnéztem a névsort, mert az is benne van, 36-an vannak bejegyezve az utolsó évre. Itt az is megvan, hogy ki hol lakott, akkor a gondviselőjének a neve, annak a munkahelye, ma már ezt nem tartjuk nyilván, és az is ide van írva, telefonszáma senkinek nincs. És megjegyzésként, hogy az illető bejáró, vagy menzás és egyéb információ. És hogyha nem haragszanak, én nagyon szépen szeretném kérni, hogy akik itt vannak, egy percben, vagy fél percben elmondanák, hogy hová szárnyaltak ebből az iskolából. Milyen iskolát végeztek, milyen munkahelyről mentek nyugdíjba, milyen családot alapítottak, hány gyerekük, unokájuk van. Csak az én lelkemnek, ez nagyon jó esemény. Nem mint osztályfőnök, csak mint jelenlegi iskolavezetés. Megtehetjük, mi beletér az időben? Nem. Jó. Akkor egy kis segítséget kérem, hogy menjünk már sorba, és akkor akiről... Nagy tisztelettel, köszönjük! Valamennyien, Kárnyi Barátaiknak, Fékező Nőnek azt, hogy köszöntök bennünket, megérdünket szólunk eléggé, mondjuk a hívva, de tartalmasan. Tartalmasan, tehát mindenki kapott ebből a köszöntésből egy csomó információt, ugyanakkor, hogy köszönjük, hogy elhasználkodták ezt a... És akkor mit tettem, hogy menjünk sorba nevekedni, jó? Én nem tudom. Hát Ádám Zsolai posta kis túl, ezeken most nyugdíjat már. Szokott Mari, szokott Mari. Akkor ő mondja egy pár hónapot. Persze. Én érettségi után a Kisztán dolgoztam. Utána férjhez mentem, Gyöngyösre kerültünk. Gyöngyösen lakunk már 46 éve. És egy könyvelő tanfolyamot végeztem közben, és ott a két munkahelyen volt ott, és én könyvelőként dolgoztam. Két gyerekem van, két unokám. Jó, meg vagyunk. Köszönöm. 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 Van az őszüket sajnos nincs, neki a lányának adtam át
itt lakott a Pedig utcán. Barog Jancsi szintén elhúnyt, meg is elhúnyt családjának. Becsi Gizike. A érettségi után én a Szegedi Egészségügyi Főiskolára jelentkeztem, és 1966-ban, mint védőnői szakra, és mint védőnő végeztem. Abban az időben még nem pályázati úton történt az, hogy hol szeretnék dolgozni, hanem ahol volt az emberre szükség. Így került sor arra, hogy én polgáron kaptam állást 1966-ban, és 40 évig ott szolgáltam polgáron és a környező településeken. Talán magamról még annyit, hogy 1970-ben férhez mentem, egy volt osztálytársammal már az 4 iskola év alatt is működött közöttünk a kémia, de az első osztálytalálkozónk eldőlt, hogy talán egy évig is tartozunk. És ennek most, hogyha sikerül, októberben 44 éve lesz. Talán ennyit tudok elmondani magamról. Nyugdíjas vagyok. Azt hogy minden mellett, hogy a Balázs Erzsike, ő anyagkintvali volt, Balogh Jánosi vagy Rákóczi István, Puskabertő volt, Puskabertő volt, akik elmúltak. Bencsik Janka, itt van. Én érettségi után tanári pályára készültem volna, de az akkori felvételünk sajnos nem sikerült. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, mint magyar német szakos, de mindenképpen eldöntöttem, hogy én pedagógus pályán szeretnék dolgozni. Én gyerekkorom óta imádtam a gyerekeket, és azt mondtam, hogy nekem ez a tárgyak való. Így én elkezdtem képesítés nélkül tanítani, még a kazdésre, és akkor levelezőnél végeztem a tanítóképzőt. Majd a tanítóképző után a főiskolát, azt rajzszakon végeztem el, és egy-két helyen dolgoztam, csak kezdtem Pohatelepházán, aztán Balmazújvároson tanítottam, és végül Debrecenbe kerültem a Sárpáthegyi Általános iskolába, ahol végig dolgoztam, 23 évig mint munkaközösség vezető. Végig a gyerekek éltettek engem, úgyhogy nekem is lett 2 gyerekem, mert az úgy lett volna szép, hogyha sajátom nem lett volna. Párommal Debrecenbe élünk, és én azt hiszem, hogy a 2 kis unokám teszi még szebbé az életünket. Én magamról csak annyit dicséret képem, hogy végül is mint okleveles tanító. Fejezem be a pályafutásomat, a minisztérium oklevél az bizonyíték volt, hogy elég jól dolgoztam. Köszönöm. Budó Árpád, testvér. A legkisebbként kezdtem a gimnáziumot, azt hiszem a sor végén álltam egy darabig. Aztán egy 18 éves koromban sügyentettem, hogy illeszben nem nagy leszek. Aztán 20 éves koromban sikerült olyan helyre kerülnem, ami végig tartott. És a 68 évemből 42-t egy pénzintézetben, illetve egy épületben és több pénzintézetben töltöttem, amit szerettem végig csinálni. Sok érdekes információhoz jutott az ember, sok életében segíthetett, vagy nem segíthetett. Úgyhogy onnan mentem nyugdíjba 2006-ban, azóta más típusú életet élünk, de nem vonatkozunk. A feleségemnek 86 óta élünk együtt, úgyhogy hiszem, de szép. Bocska Sándor, ő az Országos Műszaki Fejlesztések elnöke volt, miniszterhelyettes, nyugdíjas, nincs kapcsolat, Árpádra szokott néha Skype-on, de aztán túl. Tudjuk, hogy nyugdíjas jó helyen van, befelé zártunk a fejlesztések, a személyes tisztekat adjuk. Cseszen Béla barátunk, ő egészségűr volt, eddig is az egészségügyi szakiskolát, elment. Egy fia van valahol Floridában. Tovább nézzük el. Én a érettségi után én is pedagógus pályára készültem, ami nekem nem sikerült. Tulajdonképpen egy képesítés nélkül üzemi óvodába kezdtem.
de már akkor szeptembertől már ugye a felvételét nem tudtam megcsinálni, hanem következő évre úgy alakult a akkori helyzet, hogy azt az üzemjogodát bezárták. Mindaztán én átnyelveltem egy könyvelő tanfolyammal a Hatovágyi Állapotosággal dolgoztam egészen 14 évig, onnan aztán Békés megyébe vetett a sors, mert át voltak kitérők. Végül is 82-ben visszatértem a abban a közegben, visszatérben, és 82-től 2000-ig itt laktam, itt éltem. 10 évig a kis szövetkezetben dolgoztam, a kis szövetkezetben a munkaügyes, és onnan 92-ben átmentem a munkahelyi központhoz egészen a nyugdíjazáson 2000-ig. Ott tevékenykedtem, aztán én is férhez mentem, talán úgy általában, és hát ez 21 után válás lett a vége, és 2000 óta pedig Budapesten vagyok. És most azt csinálom, amit gyerekkel járnak, gyerekkel foglalkozom, babysitterkedek és nyugdíjas. Ezek töltik ki a napjaimat, szépítik a napjaimat. Dobos Erikke. Én az érettségi utánosságokat tanítottam a főiskolában. 67-ben a férjemmel házasságot kötöttünk, én sem azért, mert el akartak küldeni távol. Már tanítani, és akkor megegyeztünk, hogy férhez megyek, férhez is ott készül, mert ő későzött a tanítóképzés iskolára, két évvel később, és ott voltunk, és utána a Dunántúlra pályáztunk, akkor már megjelentek a pályázatok, megkaptuk a könyvet, és éppen Száncsics Mihállyal foglalkoztam, történt itt a szerzem órán, és akkor mondjuk Matilának, hogy menjünk oda. Jó. A lakósom elment, és kérdezik itt a sírba, hogy nem menjetek oda a Bakonyán. A Bakony lábán, hogy gyönyörű hely volt, és sok új dolgot ismertünk ott meg. Ott, amikor ott voltunk, ott született meg először a lányunk, Beáta, majd Kovács Attila, aki a Tiszafüredi gimnáziumban tanított pár évig. Erikával találkoztunk. És ott voltunk, hát majd 10 évig. Akkor a szüleink kérésére jöttünk vissza, mivel Sárkatakon nem kaptunk állást, akkor a Sárkatakos közel dicsére kerültünk, és ott is körülbelül annyi időt töltöttünk, és akkor 1987-ben meghalt az édesanyám, és úgy kerültünk a nemedért, tehát 88-ban kerültünk Sárkatakra. És a tanítóképzőző iskolát, gyakorló iskolájába keresett a magyar szakost, és oda kerültem. Ugye a főiskolán hallgatókat képeztek, úgyhogy, és akkor egészen nyugdíjas kor, amikor voltam, hát 90 éve elmúlt, mert és nagyon szeretem, gyerekeket, ahogy Giza is mondta, igen, az elsőben gyerekek voltak, akár a saját, akiket tanítottam, és bármikor jöhettek hozzám, segítettem. Úgyhogy a mai napig is segítem, Attiláéknak három gyermekük van, a Panika a legidősebb, Peti és Attila. Kereskedelmi pénzügyi védettséget ütődik okon. Füreden lakik, itt a Patriota utcán, és nem jár újabban hozzánk. Bár azt mondta, hogy jön hozzánk, de barlóknál fogva legénység alapot olyan, amilyen. Mondhatnám másként is, de nem akarok
Tehát a személyiség jogot tisztelni. További abból ezt mondja, hogy rendben, hogy barátunk. Gabriel, hol? Itt van Gabriel, nagy képzel. Hát én érettségi után Tiszaújvárosba városba kerültem, ott vegyipari szakmát szereztem, és a TVK-nál dolgoztam. Ott megnősültem, egy lányom, egy fiam született. Most jelenleg Sajvárosra lakom, egyedül élek, özvegy vagyok. Gyönyörű szép két fiú unokám van, aki érdemes élni. 2005-ben mentem nyugdíjba, TVK-ról azóta élem a nyugdíjas életet. Köszönöm. Na most azt hagyja, hogy mennek a gyerekek, hogy Palma Irénkéri van szó, ő kérem, nyilakozom majd. Ő elment Pityőnek a harmadik B-osztály végén, Perugói iskolába, azonban mi nincs nyilvánvalók. Irénkét, mint ezek a szakák. Itt ő való az elejtbot, hogy itt ő. És Eminem Ramon volt. Hát igen, én akkor a népsorból de megint a nyomunk jó, most akkor fegyünk. Abban én hiányzom. De itt vagy. Nekem itt van, az öreget megőrül. Töröszem Miklóson érettségiztem, de annyira ide tartozó vagyok, hogy amikor annak idején a gimnáziumban készült egy tabló a volt diákokról, hát ott is azon a tablón is természetesen szerepeltem. Az érettségi után én Debrecenben a Kossuthon végeztem, utána a Tiszaszületre kerültem, és én végig így dolgoztam Tiszaszületen, csak az első években általános iskolába tanítottam, és utána kerültem már a gimnáziumba, és onnan mentem nyugdíjba. A fiaim 45 évesek, az unokáim 6-an vannak, 19 és 2 és fél év között. Aztán a kirekunk szerint szép, ügyes, aranyos gyerekek. Nagyon boldog vagyok, ilyen súlyozott végig, hogy és örülök, hogy veletek is együtt lehetünk, és valamit azért még szeretnék elmondani. A múlt év óta a családommal sok dolog nem történt, de egy nagyon érdekes változásra azért kiszeretnék, hogy nagyon sok temetésem voltam az egy év alatt. És ez megerősített bennem egy gondolatot, hogy siessünk szeretni az embereket. Köszönöm szépen. Találkozatok. A neveket most kicsit így átugrottam, Horváth új barátunkat megint adni fogjuk, jó? Mert őt mondta. Megint nem úsztam meg. Irénkére figyeltem közben, aztán a különböző nevet mondtam ki, Imiként tekint. A gyereket legnagyobb örömére nem lett belőle pedagógus, hál' Istennek, mert nagyon is pedagógus lettem. Elnézést kérek minden pedagógustól természetesen. Ennek következtében már egy életen keresztül tanulnom kellett. Ilyen-olyan levelező tagozaton megcsináltam a kell vendéglátó főiskolán a szállapforgalmi szervezői szakot, és később pedig az államigazgatási főiskolát fejeztem el. Tehát államigazgatásban dolgoztam 21 néhány évet, aztán kipróbáltam a szerzett tudást a kereskedelme első vonalában. És hát voltak szép évek és jó évek, de 10-12 évvel ezelőtt azért figyelmeztetett az élet, kaptam egy infarktust, és akkor úgy szépen visszaálltam. Lókan nyugdíjas lettem, és azóta imádott Tiszámot szeretem, visszajöttem hozzá. Két gyerekünk, négy unokánk van, és igazán boldog a Tiszapartó. Köszönöm. Magam is fogjuk. Aki nem ismer, ők is. Te vagy az örökös hetes. Igen, igen, jó volt a gép, hogy a vérjegyek honnan az iskolában utolsó hetek és koronimás voltam, és ezt én 50 év óta még mindig hetes vagy tisztet jelentem. Koronimás. Koronimás. Minden avatok szól információ gyűjtöketek, mint a törcsök, a mindenkényben, másik a másik ember. Tehát lényeg benne ki azt, hogy értem meg, hogy
állandó taxi végétségem van Felsőfokon. Csomó szakmikát tettem, legmagasabb volt a anyagyémi szakmikát, teljes hatályú, 26 évig nagyon sok fiatal pár, híves a pár is tartottam, és ugye, amelyek csak a bíróságban, pedig az örökhatás munkásság. Előtte mondtam, hogy igen, szép volt, nagyon szép volt, a hivatalnak a szentélye. Azt mondja, a dámik munka, családvédelem, gyermekvédelem, ekkorában pénzügyi munkán volt a beruházási, a gyár építésén ott voltam, mint egy betonatási főadó, a szentvisszelet, kényszeret, a többi összetűnt építés, a 30 számoknak a lakóbrát mindig a szél, ilyen munkáknál ott voltam benne. Aztán ugye, hát a felsőfokú képzés idén megtapadta a kapcsolatot, elmentem viszeretlen, utána a városra, vagy akkor a községnél voltam, aztán megölöm a járásigazolat, ott voltam járási felügyelő, hanem pedig vagyonvédelmi, hadeképzésnek, mindenféle fajta, tehát a szakterület. Utána jött a város, és a város volt, hát két ingatos, nem most hallgat, de a jó istenke figyelt rám, és ott, amikor leírtam a legalsó sort, hogy Isten áldott, legyen oda találkozó, hát legyen áldott mindenkinek, én azt mondom mindenkinek, egészségszerű, lehetőség szerint. Félmunkatárs voltam a hivatalnál, úgy bentem a nyugdíjba, városi képviselő voltam, az enyém 44 év óta vagyunk. Házasságban ő vállalati képviselő volt, és van egy fiam, és ez így van, a fél ikonás gyerek. Ő is volt a iskolában, itt is tanított a Bűnyi iskolában, és a Szentén iskolában, a Nagykőrösön is. Kumandor Mosztárfőnök volt. Hát ezek az helyek megsültek a mai óriás lehetőségnek a mezegén. A Ráni Budapesten van egy nyugati nyugtájú, de elmest szállodában szállodai mester. De is voltak oda, szóval mindenféle olyan van. Kérlek, Baracsonyban végez, én muszáj, mert helyet is. Hát én hittel végig ezt a munkát, tapasztalattam, hogy idegesztem, elvettem így. Annak a gondolatnak, annak a gondolatvilágnak, meg annak a reménynek hitelt adni, hogy amit elképzelünk, azt tudjuk teljesíteni. Ki gondolta volna azt, hogy 50 évvel előtt, hogy majd találunk? Ki gondolta volna? Volt valakinek esetben, hogy most megtekedett szóval, itt találunk. És milyen jó az látni, hogy a legelső mondatában mondtam, hogy nagyszerű, hogy titeket várni. És a találkozásunk azzal az értékkel keret, amit a Facebookon ő jelenléte garantál nekünk. Azt, hogy megértette a szavunkat, elfogadta, és megtisztelt bennünket. Tehát lehetne mondani sok minden, és azt, hogy Ilan Marcinek a szellemisége közöttük van. Az univerzumon üzenet Ilan Marcin. Ne szavadjuk. És ő által az üzenetet adott. Elmondásának a lelke is üzenetek. Annak idején a Felsőfokú iskolában tanultam én polgári szertartásra. És ebben kaptunk meg életpszichológiát. És ezekből rezsültem mindig az információkat. Ugyanakkor a sok éves találkozások kapcsán, amit leírtam a találkozó könyveiben, meg nekem is leírtam mindig, vehetések észre, hogy mindig a humán nyelven használtam, tehát nem ezt a nagy szociális realista szöveget, hanem a jó kiva jóva. Van a szerelmeket. Én a templomban elmegyek. Van benne igazi busz, hogy nagy rapás. De azt mondom, hogy az egyetünk az úgy keres, ha tudjuk, hogy valaki belőle kirányít. Nem akkor pigyítni, hogy csak elmondom azt, hogy a hitünk, a reményünk, kívánvásunk, mi mondott? Gyermekeim, Isten nevezett. Azt követjük, és büszkeim, így mentünk május 1-én. 420-tal, 1920-tal, aki a logitárnyi nagyobb tanig a latintok szigosztálynak, kérszépen odállt a kuborlapa kövére talált, és 420 járt Egyetoktában. Tisztán és nélkül, drog nélkül, füst nélkül hallgatva a szöveget. Emlékeztek rá. Kívánom, hogy megszólal. Annyi bárki rosszabb, pedig órában.
napkódok, hogy most a telefonra. Mert olyan ígért kiveket, olyanokat mondott, ami mindenki megmondott. Röviden. Tudja mindenki, hogy honnan jöttem. Kálma testvérem. Szinte kötelezett elvégezni a közgazdaságit, ott szereztem képesítést, majd a tűzoltisztiskát is elvégeztem, aztán a központi kisiskát is elvégeztem, és erre a három határoztam, hogy mennyi van az egész életemet. Dolgoztam tanácsi területen, községi gazdaként egyeken. Azt nem mondtam, hogy mit adott a lényeg körülbelül, a lényeg váltán elmondta, hogy körülbelül mit adok. Aztán voltam katona, szükség volt rám a csehszlovákiai haderőnek. 1968-ban én voltam 4 hónapig, kempingezni, gépisztolya, pisztolya. Aztán egyeke kerültem a községgazdának, onnan meg állítottam. Onnan átkoztak tisztetületre a Jánosi Kitbolcsága gazdaságvezetőnek, ott voltam 6 évig, majd miután megkaptam mindenféle elismerést, alkalmasat tartottak arra, hogy élődjek a járás, tisztetület járás nevelnöke, és így a menéltanást megválasztott a járás jelenlőnek. Majd miután megszűntem az ezerrendszer ezt a szervet, utána kerültem a Tiszteleti Kossuth-Törös gimnáziumban Erikának a munkatársa lettem, közvetlen szomszédja, a szomszédről álló helyzény vonalom. 1970-ben megesküdtem, feleségül jöttem Szegedi Arangárt, ő is egyeki, aki hozzáférzős kasszony. A kereskedelmi szakvidékiskolának volt az alapító. Hát mindenképpen igazgató helyettese, mert a oktatás vezető az igazgató helyettese választása volt. Én is segítettem neki, mint járási nevelnek, Puskásnéval. Jártuk itt a megyéknek az országos szerveket, hogy ez a szakmai iskolai létrejöjjön. Aztán ez is megszűnt most már kiputó rendszerre, amit ott hallottuk Erikát, mert nem támogatja. Ez a rendszer már megint nem tudja, hogy mit csinál. Hogy tudjuk, hogy a szakmára van szükség, nem csak a értségére. De hát majd rájönnek erre előbb-utóbb. Volt két, van két gyermekem, egy lányom, egy fiam. A lányom az középiskolai tanár, a fiam kint van Amerikában. Már 14 éve. Még van egy kis unokám, egy felelős kislány unokám. Először. Köszönöm. Kiszti József, Józsi barátunk, koroszolomult a kultúrháznál a kezdetekben, és utána elkerült Norvégiához, több mint 40-es szemére, körülbelül több mint 40-es szemére. Norvégiában ilyen internacionális siker, nem ökülni terész, Usmán nyugdíjas. 2 éve nem hallott arról semmit sem, egyik esten, múlt héten, éjszaka 10 napot, távolta a végesték, hogy is. Különben köszöntök mindenkit a találkozón. Hagyja egy kicsit a jól készséget. Ennyi információ. De már nem jön el. Ott van a hívjuk. Kérlek, Jóskának vannak információ, Jóskának. Egy szót szeretnék szólni Kisorkával kapcsolatban. Egy héttel ezelőtt hívott telefonom, és azt üzente, hogy minden osztálytársát, volt osztálytársát nagyon sok szeretettel köszönti, és lélekben velünk van, de nem tudott eljönni. Ennyit szeretem volna, de ez egy egyhetes információ. Köszönöm. Holnap nyílik, hogy igen.
Miskolcon végeztem, akkor még nehézipari műszakéletem volt, most már sajnos műszakéletem, mint gépviszkelő. Később pár év múlva a Budapesti Műszakéletemen szakmérnöki diplomát kaptam vasúti járművek tervezésében. Végig a szakmámban maradtam, végig tervező voltam, vasúti kocsiktól kezdve német autóknak hegesztő automatákat terveztünk számítógéppel. Onnan is mentem nyugdíjba, férjem szintén mérnök, három gyermekem van, és egy kislány unokám Budapesten. Ez a rövid élet. Kovács Erzsége, nem tudom ki mit tud róla, amit én tudok róla. Telefonbeszélgetés kapcsán. Valamikor 10 000 dívók egyéb is település ott valahol a Tisza környékén, a felső Tisza folyásánál, aztán a Rénvárosnak átkeresztették. Ebből a nagy Rénvárosból lett ezt a végén Tiszaújváros. És most Tiszavasváriban van nyugdíjas, az alkoholizában volt, a Tiszai Tébegyház, Tisza Rénvárosnában volt. Ezt nem tudunk róla. Nem jön hozzám, de neki is elküldtem a emléklapot, mint Kudrógunk. Moda Marika, ő óvónői védettségi, Kiskunfélics házában, aki ott szolgált most, a Parasok konvencsénél, valamikor meg a más időben. Röviden, Moda Marika nem jár hozzánk, nézzának az információi, de azóta nem igen van. Nincs. Nincs semmi. Tehát tudjuk azt, hogy nyugdíjas fogolnak. Mészár a Sidonka. Hát én az érettségi után pedagógiai főiskolára mentem Szegedre. Tulajdonképpen az egyszer volt főiskolán kezdtem Szolnokon, mint kihelyezett ragozatot magyar rajztakot, és Szegedre végeztem. Tehát a tanárképzőt 66-tól kezdtem tanítani, Torcsabban, abba azért a férjhez mentem. Két csemetén, a fiam, ő gyógymasször, Parában, a lányom, orvosírnok a Karcagi kórházban, 5 gyönyörű unokámban, 23 legidősebb és a 2-14 éves a fiatalabb. Bejártam az országot a Párom oldalán, Gyöngyöstől Bicskéig, a sors végül hazahozott Karcagra. Itt lettem sajnos 10 éve özvegy. Élet, boldog vagyok, van egy kedves párom. Igaz, hogy most nem a legjobb egészségnek az a teremény, hogy minden rendben lesz. Bújt egy Géza barátunk. Hát én rögtön a gépállomásra kerültem ideiglenesen dolgozni, augusztus 31-ig, de közben előfölvettek az Olajanival a egyetem, Agrártományi Egyetemre. Itt még szeretném megjegyezni, hogy a Bakos Marikával 12 évig voltam egy osztályba, az Olajanival, mert bár ő Füredényünk Vörösi vagyok, 10 évig, mert itt a gimnáziumban meg katonák voltunk együtt, 6-án fogjuk az 50 éves bevonulásunkat megütni a számára, és utána az egyetemen. Azt a cél tűztem ki, hogy szerettem volna egy cégnek az első számú műszakia lenni. Hát aztán minden voltam, a közben alminőnök, főmérnök, meg egyebek, de végül is elértem. A rendszerváltás előtt a nagy üzemi mezőgazdaságban, a rendszerváltás után meg a kapitalistákat szolgáltam, de ugyanazt csináltam. Tehát előtte, amit a Dénes a Humánban fölolvasott, hogy ő mit csinált, én gépjavítás, üzemeltetés, energiaellátás, szakmai dolgokkal foglalkoztam, amit nagyon szeretem, és nagyon is örülök, hogy ebbe az irányba mentem. Közben volt egy életemben egy fordulat, hogy harmadikos korunkban elmentünk népnevelői gyakorlatra. Ez úgy nézett ki, hogy négyen voltunk egy csoportban, Tomvaj Monostorban, egy orvostanhallgató, egy agrár, tudom,
Tudományi Egyetemről, a Mezőgazdaságtudományi Karról egy közgazdász, a Maszkáros Közgazdaságtudományi Egyetemről, és én. Szóval találkoztunk feleségem önnagyságával, és lett két lányunk, én Kecskemétre kerültem, gyakorlatilag adott és Kecskeméten élek. A néhány hét férzése a két lányunk is abban a lépcsőházba lesz most már másik is, tehát egy lépcsőházba vagyunk, mind a három család. Innét a matematika, az ábrázoló geometria, és általában mivel reál osztály voltunk, ugye, talán ezt vittem el, és azt a osztályfőnöki szeretetet, ami mindig segítő kész volt irányba. Szeretnék a gondolatokhoz csatlakozni, hogy rövid az élet ahhoz, hogy haragudjunk. Úgyhogy örülök, hogy itt vagyok. Két unokám. Két unokám van. Miért? A mama tudja. Zsumi kellene. Tudja, lehet. Némedi Pali. Hát az elegáns testvérünk, de emlékeztek rá, körülbelül 20 éve nem volt találkozom. Ő neki a pályája kinyalakult, a legutóbb, amit tudok róla, az állami népesítmányi hivatalnál volt, a BMT vezényelve ott volt, osztályvezető, hogy mondja. Tehát aradeles volt a elősége, és áthelyezték erre a civil pályára. Nem tudok róla semmit sem. Tovább nem van. Budapesten találkoztam vele a Bompei Kevinkor, ott főtegesnél voltam, és főztem. Ott vagy oda jött. Ezt mondja, hogy... Hol álljon ki? Mindenek előtt szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy lehetővé tették korábban is így találkozókat, és ezt a tetőes is megszervezték. Örültek különösen annak, hogy betartam Szigeti Randács önéletrajzát, mint hogy hallgatunk mindenki az önéletrajzát beszél, mint elmondja. Én is amúgy gondolom, milyen forma mondjam el, jó mintára az Ivan Bács által, nagyon rövid és nagyon tartalmas önéletrajzot írt. Még egyszer nagyon örülnek, ezt megkaphattam. Magamról még annyit elmondanak, hogy nagyon mozgalmas életem volt, eltelt 50 év alatt. Gyakorlatilag érettség után rögtön ugye katona lettem, mert egyetlen is volt, mint a Géza, elmeséltem már. Ezután agrár tudomány egyetemen, még gépészmechanika, ahol végeztem, maradva a tanulásoknál, utána a később közgazdasági tudomány egyetemre jártam, és szereztem diplomát, mint közgazdász, mérnökközgazdászként, ez egy közgazdasági képzés volt. Ezután még nyilván több éves és két éves tanfolyamokat elvégez az embernek, főleg a rendszerváltás miatt. Mert ugye végül is tehát keret többéti tudomány, hogy ismeretek kellettek ahhoz, hogy megezzen be a helyét. Meg ebbe az új rendszerben már sajnos nem elég csak ugye megülött a régi szakképesítésen vele, hanem folyamatosan kell tanulni, hogy mondták mindig, hogy élet végéig kell tanulni. Hát ez állam így történt. És ez azért is volt, hogy én nem tudtam, mint amit eléggé hozzalmas életem ott értem. Tehát amikor ugye megszerettem az építőmű diplomát, akkor én is dolgoztam nagyobbadóságban, egy évig utána átlandolott a iparba, és itt dolgoztam hosszú ideig, majd később, amikor a rendszerváltás lukott, hogy változni kellett az embernek, és akkor nagyon köszönöm a régi rendszernek, mert hogy akkor a pozitív tanulási lehetőségek megvoltak. A közgazdás szakmában tudtam egy könyvelőként helyezkedni, tehát Fülerről elkerültem, hogy megszűnt az ipar, Füleden, nem sorban a hajógyadó gyártól, alumínium gyár, gyógyszercsomagoló, kártyaszercsomagoló, ugye nagyon sok ipari munkája volt itt, ugye megszűntek, és akkor ugye egy nagy ívvel kerültem, ugye tehát először karcag, gyerekfürdő, üveggyár, utána önkormányzathoz, hiszen a tanulmány során két vagy a könyvelési módot is ismerek, hogy mind a pénzforgalmi, mind a üzemgazdasági, és ezen belül is természetesen kereskedőként kezdve, mikor mindent most betanultam, hát már elkészített az életet, amit megláttam. Végül a gazdaságban részt a társaságnak, és
utána pedig egyéni vállalkozás volt a évek keresztül. Több egyszerre évenként valamikor 4-5 távkérdés dolgoztam, tehát a főkönyvben, ahol üdvendigazgatóként, ügyvezetőként. Így értem az életemet, ma már nyugdíjas vagyok, nem dolgozok, csak megbízásokat foglalkozok el, és a megbízásokat elfogadom. Én örülök, hogy együtt lehetünk ebben az ötéles jubilomban, és remélem, hogy mindenki érzi magát, hogy volt különös, és remélem, hogy a tulajdonkorban is részt vesz. Köszönöm szépen! Humadarosan helyezkedtem el akkori kérdésbe. Közben a szüleim meghaltak, egyedül vagyok, de még azóta is dolgozok. Ennyi röviden. Horog Laci, Laci Bajtás, Laci Bajtás, körülbelül 30 éve elsőkülő távoltak közülünk. Nagy évében. Neki a testvére az utó parancsolat 10 betűktől. Másik harag gyerek az Ádám, harag pedig egy ilyen kibazóba. Talán a Budapestein, oda is elküldtem a Pintér Zsóka, Pintér Erzsike. Szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. Hát az érettség után én elvégeztem az Orvos Egyetemet, majd később Csecsemő gyermekgyógyászatból és gyermekradiológiából szakosodtam, és ezzel egy gyönyörű szakmát, komplex klinikai tudományt kaptam a kezembe, amit nagy-nagy örömmel alkalmazok és csinálok a mai napig. Három munkahelyem volt, mind a három Budapesten, a Budapesti Helykartkórház, a Központi Katonai Kórház és a Budai Egészségközpont, ahol ma is dolgozom. Sokaknak és magamnak az örömére és a megelégedésére. 44 éve vagyunk házasok Simon Lacivel. Gyümölcsöző volt ez a 44 év. Ő egy mérnök ember, aki katonatiszt is volt, meg mérnök is volt, most ezt mindent együtt alkalmazza, ő a család mindenese, négy éves. Két lányunk van, két pedagógus lányunk van, három unokánk, két nagyfiú, egy 9 éves és egy 2 éves kisfiú, akik nagyon tudnak udvarolni a nagymamájuknak, és én pedig hagyom magam levenni a lábamnak. Van egy kis lány unokán, a Juli, aki 2,5 éves, és ő egy nagyon cserkes, nagyon kedves kis egyéniség. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ennek a családnak a nagymamája lehetek. Azt szoktam mondani, hogy sosem lehet tudni, hogy az egészség. De hogy a boldogsághoz a megelégedés kell, abban biztos. Szabó János társunk 25 éve elhunyt, könnyen békében. Ő postai tiszt volt. Szintek Erzsike, ma jött volna Erzsike, meg tegnap este meghívtam, hogy Erzsike, hogy vagy, mint ha tudsz-e jönni. Ő a Kurver Kft-nél volt, Beretőforúban, az a főkönyvben volt, és neki is van kettő gyereke, kettő, és súlyos, hát ott a járakerettel jár. Nem tudom, ilyet. Kerekmérkés. Bár nem? Rendesen kerekmérkés. Azt mondja, hogy nem is tudom, mi az egy strok? Strok. Ez most az utóbb, ez volt neki, és nem mer elindulni. Az orvosához elment, és nem javasolt. Tudomány sem veszük. És innen közelik majd, ő rá gondolok, amikor majd
végtelenek a postákat, hogy mondjam. Stancsik Péter barátom. Nagy szeretettel köszöntelek, és nagyon örülök, hogy én is itt lehetek. Amit már sokszor elmondtam, az alatt a pár év alatt, amíg együtt voltunk, és nagyon sokat adtatok ahhoz, hogy előrébb jobban tudnak teljesíteni az életben. Ez egy olyan kiváló közösség volt, kiváló tanárokkal természetesen. Hát igen, 1964 tavaszán hoztak egy új rendeletet, 18 éves kortól megy a bevonulás, és hiába kaptam meg a egyetemtől, Kossuth Egyetemtől a matematikából az oroszokos felvételit. Abban az esetben jöhetek szeptemberben, ha nem visznek gratulálni. Különben a következésben, így is lett. Tehát egy év katonaság után a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem egy darabig, amikor is hirdetett a házgyár, alakuló házgyár matematikus keresett programozás felé. Itt innentől kezdve sikerült meg egyszer, hát sikerült megnyerni. Tehát csináltam a tanári Debrecenben, a matematikától ötvösen. Tanultam rengeteget, tanultam. Nagyon mozgalmas életem volt tanulás szempontjából is, meg egyébként is. A hárgyában végül is az egy 2500 lakásos hárgyárat kapott a Hajdúvihar megye Debrecenben, amiből egy megfelelő jó lineáris programozási rendszerrel 3200-t ki lehetett hozni évben. Gyakorlatilag a magyarországi házgyáraknak a számítógépes programozási rendszerét kidolgoztam abban az időben. Ma már ugye sehol nincs. És mindig el szoktam mondani, hogy egy dologra nem figyeltünk akkor, az keletoldás. De elfelelkeztünk annak a társadalmi hatásáról, hogy hogy a két szülő felvásárolt a két gyereket 30-30 ezer forintért, és a gyerekek az utcán mentek fel. Kulcssal a nyakukba, igaz? Minek belőle látjuk a hatást. És az, azután is, tehát az építőiparban is tanultam, tovább közgazdasági, ott végeztem. Doktoráltam információ elméletből a kandidátusi azt városirányítási rendszerek korszerűsítésével szereztem. Különböző ipari vállalatoknál tevékenykedtem. Végül is a szemem miatt a MOL-tól mentem, a MOL oktatási központjából mentem rokonnyugdíjba. Háromszor mentem nyugdíjba, mert utána mindjárt kitérek rá öregségi nyugdíj is, meg most két évvel ezelőtt még adottam a tanítást, mert azt mondja a főmérnök 71-ben, hogy hát te tanár is vagy. Nem tanítottál egy kis matematikát, itt a dolgozottak a brigád vezetőben, vagy művezetői tanfolyamán. Igen. Elvállaltam, utána jött a középiskola, Debrecenben, hogy náluk is vállalja a órákat. És innentől kezdve elszabadult a kukol, mert a főmunkám mellett tanítottam másodállásban. Tanítottam két egyetemen, középiskolákban sokat, érettségiztettem, voltam érettségi elnök jó néhány helyen Debrecenben. Nem bántam meg. A munkám során egyébként akár a kereskedelemben, akár az iparban dolgoztam, mindig az vezérelt, hogy az esetük számára mondásra sokat tenni, keveset látszani, előjárni, másokat engedni előre, és többet adni tetve, mint 20 óra. A tanításban pedig ott a Goethei mondat, hogy segítsen elő azt, hogy azzal válhassanak, amik szeretnének lenni. Legyen az fiatal, legyen az felnőtt. És végül is az eredménye megvolt neki, mert az idén nyáron is voltak nálam kint az erdőbe, ott, ahol érdeklődünk egy kis dumbacskát. Jönnek tudozzám diákok, bolidiákok. Szép. Most már tavaly előtt abba hagytam a tanítást, nem az én is, ha nem bírtam volna, de nagyon megváltoztak már a körülmények. Nem a gyerekekkel és nem a tanítványokkal van a problémám. Inkább a kollégákkal. Van négy gyermeket neveltem, a legkisebb most 19. éves, már
előérettségét tett, meg főmikrokú mozgó nyelvvizsgálatát csinálta. A két fiút az informatika csapta meg, csapta oldalba. A lányom az pszichológus, ő a Debrecen Egyetemen pszichológiai tanszéken. Két unoka, egy 9. és egy szintén cserkes 5. évében lévő lányok és lány, az, hát az nem igaz, ez tudnék a Köszönöm szépen. Talmon Ritko. Én érettségi után már most ott a negyedikai szakegyetemet végeztem, után, végzés után egy évig dolgoztam az Úrti Kohászat üzemete, utána kerültem Tekrembe, Sahultájai Kohászat üzemete, mint fejlesztőmérnök, onnan mentem nyugdíjba, most fájú szívvel végig kell nézni, hogy rombolják a gyáramat. Rendületlenül, gyakorlatilag már csak egy plac van a helyén. 72-ben férhez mentem, született egy lányom, egy fiam, most van ki 3 cserkes unokám, a legkisebbnél most én vagyok a fiállású nagymama, mert sajnos bölcsödában nincs, úgyhogy ezzel telnek a nyugdíjas napjaim, a férjem meghalt, úgyhogy egyedül élek a unokáim, meg a gyerekeim, azok, amik elmondanak. Érettségi után a Szegedi Orvos Tudományi Egyetem Gyógyszerész Tudományira Juhanára nyertem felvételt. A diploma megszerzése után mentem férhez, a férjem szintén gyógyszerész, és akkor házasodtunk össze, és gyógyszerész házaspárként indultunk, és nyáruban voltunk. Azóta is ott vagyunk. 2 gyermekünk van, a lányunk pedagógus, ő Debrecenben a Református Gimnáziumban nyelvtanár, neki 2 gyermeke van, egy 13 és egy 9 éves kislány. A fiam, ő az egészségügyi pályára tévedt, velünk együtt dolgozik, és neki egy 19 éves fia van, aki most érettségizett, és az édesanyja sajnos súlyos beteg, és felvételt nyert a Közgazdaságtudományi Egyetemre. Hogy beszél majd a kanyart, azt nem tudom. És nagyon örülök, hogy itt lehettem, és boldog vagyok veletek. Trunge Gancsi. Igen. Az érettség utáni abban időben volt az, hogy rögtön 18 éves korában elkapták a fiút a tervezőt. 2 évig oda voltam, utána vasúthoz kerültem. 64. augusztus 10-én kezdtem, 2003. augusztus 1-én eljöttem onnan. 2 lányom van, 4 unoka, elfúj a idősebb 24. Virág Jóska. Hát én az érettségi után egy helyi szövetkezetben dolgoztam, aztán eljött az 5 éves érettségi találkozó, amiről már korábban szó volt. Úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, polgárra kerültünk, és ott az építőiparban kötöttem ki, a biztonság kedvéért még egyszer leérettségiztem, mert én építőipar egy technikus végzettséget szereztem. Helyi kisebb építőipari cégeknél dolgoztam, műszaki előkészítőként és építésvezetőként. 2006 óta nyugdíjas vagyok, és ennél után nem csak ami választani jelenti. Zámlati osztálytársunk, ő néhány éve, talán 3 éve elment az élet korából. Én meglátogattam kisőkön a elhúnyta évéken egy lakásra. Van egy fia, Tiszaősre van egy lakás, akkor Gyugonigézsa utcán. Nincs kapcsolat a családjával, nem sikerült se venni kapcsolatot. Próbálkoztam egyelőre, még majd meglátom, mi lesz majd. És aztán nekem van kapcsolat a bocsánat. Nekem egy rokon is, ugye? Hát szegről végről, hogy a unokatestvérem felesége és a Lacinak a felesége testvérek.
Tehát így. Elég könyvben a következőt olvastam, valamelyik nap Iván bácsi írta, legszebb fából emberségből, ha az élet vadultomból, kitűnően nem is tárgyalnak. És aláírásában is mindig előttem volt, és én egész életemben ezt szem előtt tartva, így is értem. Matematikus volt az, vagy van az osztályban, mindenkinek az életében vannak sikerek, és biztos voltak nehéz időszakok is, amiről ilyenkor nem beszélünk. Fontos az, hogy az ember ahhoz, hogy boldog legyen, elégedett is legyen, és vegye észre a környezetében azt, hogy mivel lehet elégedett. És az, hogy itt vannak, és örülnek egymásnak, és a jót észreveszik az életükbe, és meghallgatják a jó szavakat, Iván bácsi szavai, én úgy gondolom, hogy ez nagy elégedettséggel tölthet el mindenkit, és igenis lehetünk boldogok. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy megosztották velem ezeket az élményeket. Én most az vagyok, örülök, hogy meghallgattam. Köszönöm. Mi nagy tisztelettel és szerettel megköszönjük a főigazgatónak a kedves szavait, és az, hogy megismerhettünk olyan vagyot, amit nem ismertünk. Tudtuk, kik vagyunk, név szerint, de ezt az oldalát, ami most ez az epizód, ez egy csodálatos kis, ez kiegészítője az egésznek, egy hozzájárulása, egy segítő szándékú gesztus a találkozónak. Tehát ez egy fontos, hogy így van, hogy már tevés utána. Csak egy mondat, hogy nem szeretném, hogy a Csúros bácsi leszeretne róla, pedig az részállítottak. Mi hol vagyunk, mint kérdezünk? Kapjunk a végét. De, szóta.
köszöntöm a húzamban mindenkit, amit van. Szeretettel fogadta bennünket a dr. Varad István úr, a húzami közöltőjét. Megbeszélés szerint ezt a helyet ajánlottak föl. Mi köszönjük neki ezt a kedvességet, a figyelmességet, hogy valamennyien eltérünk itt, és külön van más célra is még két helyiség. Ez egy csodálatos gesztus, nem egy gesztus, hogy egy ilyen múzeum, és a múzeumban levő munkatársak is, akik két kis hölgyeknek segített, nagyszerűen álltak a kérdéshez, tehát mindenképpen adták a maximális segítséget. Köszönjük általad még egyszer nekik is a segítséget, meg a helyet, és köszönjük Istennek a fénykép mai előtt. Történelmi épületben vagyunk, történelmi épületben, ugyanis ez a Lipcsei Attila kúriája volt valamikor, ahol Kossuth Lajos itt járt, ugyanakkor a 1912-es szabadságharc idején a Magyar Honvéd vezérkar itt ülésére, itt döntötték el a Lipcsei hadjáratot ebben az épületben, itt ment tovább. És a történelmi falak között emlékezünk diákunkra, itt őrzik diákemlékeinket, relikkiainkat, e patinás falak között. Köszönjük az őrzést, köszönjük a figyelmességet, a mindenkori együttműködést ma és korábban, meg egyáltalán készülőben is. Nagyszerű együttműködésünk van, hála Isten, a személyes jó kapcsolat, ez csak tiszteltemétől lehet. Most felkérem a főigazgató nőt, hogy szíveskedjen, mint egyik csúcspontot, teljesíteni, megoldani, ebben segítségüteni, hogy átadja mindenki részére az 50 éves aranyemlékalapot. Köszönöm. Én néhány szót szeretnék szólni, bár lehet, hogy már sok volt a beszéd, de kell. Én még néhány gondolatot szeretnék elmondani, mert hogy készültem. Kedves régi diákok, nem mondom szándékosan, hogy öreg diákok, mert hogy én egy öreget sem látom. Amikor végig gondoltam, mit is szeretnék én mondani, akkor eszembe jutott egy 20. század elején élt német novellaíró novellája, és annak a rövid kis történetét szeretném most megosztani önökkel. Egy fiatal ember egy csodálatos nyári napon randevúra készül, és vitt egy szál rózsát a kedvesének, és a napsütéses, gyönyörű időben, a parkban, játszadozó gyerekek között rádöbbent egyszer csak, hogy elnézte az időt, és másfél órával hamarabb ment. És nagyon elszomorodott, és nagyon türelmetlen úr várakozott. És akkor ott termett egy manócska, és megkérdezte tőle, hogy miért ilyen szomorú. És azt mondta, hogy azért, mert már nagyon-nagyon nem bírja kivárni, hogy találkozzon a szerelmével, és én nagyon szeretném előre tekerni az idő kerekét. És a manócska azt mondta neki, hogy jól van, segítek én rajtad, az öltönyöd alsó gombját fogd meg, és teker rajta egyet, és akkor előre megy az idő. A fiatalember az nagyon-nagyon izgult, és nagyon kíváncsi volt, hogy mi lesz majd a jövője, hogy vajon feleségül veszi-e a szerelmét, lesznek egy gyerekei, milyen lesz a munkahelye, a karrierje. És hát tekert egyet a gombján, megnézte, hú, boldog volt, hogy igen, nagyon szép esküvője lesz, még egyet tekert rajta. Aj, gyerekei is, nagyon, még egyet, nagyon kíváncsi volt, és hogy mégis elégedett lesz a munkájával, hogy mire. Addig tekertem, még egyszer csak az élete végére ér. Hát én nem mondom tovább a történetet, a novella író az úgy fejezte be, hogy a gyerekek, a játszadozó gyerekek véletlenül fejen dobták ki labdával is lépte. De én emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy valóban sokszor tekerni szeretnénk az időkerekét. Annak idején gondolom matematika vagy valamilyen órán, jaj, már csak túl lennék rajta, már csak ez megtörténne, jaj, már csak leérettségiznénk, már csak megkapnám azt a munkát, jaj, már csak befejezném, már csak megszületne a gyerekem végre, vagy az unokám megszületne, mindig mennénk előre, és aztán eljutott oda, hogy vége van. Hát én egy közmondást szeretném befejezni. A múlt az emlék, és itt most a múzeumban itt vagyunk, ugye a múltban. A jövő az titok, de a jelen az ajándék. És legyen ajándék ez a találkozó minden évben önöknek is, és legyen ajándék ez az emléknap is, és erre emlékezzenek.
Még ezt szerettem volna elmondani. Szerintem. És akkor állom. Bakos Mária. Jó egészséget kívánok, és további szép. Bencsik Gizella. Bodó Árpád. Csobán Erzsébet. Segítő társunk nevében, aki ezt a mai napot, meg a korábbiakot is létrehoztuk. Összefogtam a tevelést. Tehát tudtam koordinálni, képes voltam rá, úgy gondolom, de mondtam, és azok a nagyszerű gondolatok, amik a másiktól számodik, azt mindig ígysen valahol, a valójárokban. És ezek a szavak, ezek mindig ambicionáltak arra, hogy meg tudjam csinálni.
tényleg mélységes diák emlék alántattal azért, hogy az osztály megmaradjon. A négy osztály, ahogy Ilan Bácsi üzente onnan fentről, az egy szférák közül, hogy maradjatok én örök összetartó négy osztályom. Maradjatok, az ő, maradjunk az ő örök négy osztályom, ahogy ő kívánta, ahogy ő beszélt rőlünk. Az a végtelen. És ugye tudjuk azt, hogy minden én írjuk sok szó, hogy Lager ist schon die gestorben, aber es war der Frei zu uns. Tehát mindig kedves volt hozzánk, és wir verließen niemals, nem feledjük el. Ich war in der Friedhof in Budapok, neben den Graben, und ich habe gedacht, dass wir jetzt der Wörter. Ott volt a Budapokon a temetében, és amikor temették Ilan Bácsit, ugye akkor a urnát, ott is elmondtam az ő európai gondolkodását, nagyszerűségét, villanyénik a kedvességét, und sein Ton, Jung Stefan, auch Ivan, lief auch zu Liberi Erden, aki volt persze a szülők, mert aki Ivan, ő is diáktársunk volt. Tehát mi nem felejtünk. Nem felejtünk, és ahogy Zsóka mondta, találkozunk. Így tudunk találkozni ezekkel az emlékekkel. És minket, hogy miért találkozunk? Az örök diák emlékeink, azok a nagyszerű, ifjúkori diák emlékeink vezérelnek bennünket, ami azt mondja, hogy találkozunk. Heute treffen wir und später auch wieder treffen wir. Tehát találkozunk minden vonatkozásban, ma is és holnap is. A vallagási tanítványában benne van 54 év történelme. Benne van egészen 1960-tól. A mai nap nincsen, majd benne lesz majd. Itt már a fiam feldolgozta digitális módszerekkel ezt a anyagot, hogy otthon alkalomattán hideg téli estéken bent a meleg szobában meg lehet nézni a számítógépet. És azt, hogy megköszönte Zsóka, az én kedves barátunknak, az én Pista barátunknak a gesztusnál, hát jelképesen ecseti volt, ecset, nem egyet, ecseti volt, ahol most van a apám is ismerős hely, hogy szeretnék ezért mondani, hogy nem egyébként mondtam, hanem, és ezt átadnám kedve Pistikén Isten áldásával, azzal a jó gondolattal, minden nevében, hogy tartsa meg a jó Isten mind a két Martában, és így jut a két kereteket. És megköszönjük. Átadom, most pedig az én kedves barátom azt mondta, igazgató úr, hogy ő is kandidátus szakmában, tehát az a lényeg, hogy, mert, hogy utána, most itt ha vagyunk, ez a petitény beindul, Ilan Bácsiról lesz információ, és a tíre szó. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a múzeumban. Nagyon sok minden eszembe jutott, hogy hallgattam az osztály elhangzott beszédeket. Főigazgató asszonynak mondtam, hogy lehet az iskolában becslésem szerint 160 olyan osztály, aki itt végzett. És önök a második olyan osztály, tehát nem magányos dologról van szó, akik ide a múzeumban jöttek, van egy 1972-ben végzett osztály, ők is tartottak már a múzeumban ilyen szeánszot, találkozót. Tehát ez jelzés egyébként, hogy mikor kerülünk múzeumba egyrészt. Másrészt azt is jelenti, hogy ezek az emberek, akik ilyenre vállalkoznak, igazán mélyen szét akarnak nézni. Tiszafüreden van elég idejük, szentelnek erre időt, és ugye az emlék tárgyaikkal megtisztelnek bennünket, mert én azt gondolom, hogy a múzeumnak, egy ilyen közgyűjteménynek minden olyan dolgot gyűjteni kell, amelyik emberek vagy közösségek történetéhez kapcsolódnak, mert ilyen kicsi tárgyakon, kicsi szilánkokon, mozaikokon keresztül jutunk el a nagy egészhez. Tehát örökké hálás leszek, például, amikor Dénes hozta, nem tudom hány évvel ezelőtt, a két diák sapkát,
mert hogy volt nekem, illetve van nekem egy nővérem, aki ő korábban végzett, mint önök, 1962-ben, Vadász Erzsébetnek hívtam, és ő neki is voltak ilyen fényképei, és én 10 évvel fiatalabb voltam, és irigykedtem, hogy neki milyen sapkája van. Közben kiderült, hogy maguk már ezt a sapkát tudták, meg amikor én gimis lettem, én is mondtam már a sajátomat. De akkor nem volt kötelező, és hogy persze közben ez kötelező, és amikor elkezdtünk ezekről a diák sapkától, feltettem egy évvel ezelőtt a hónap műtárgya sorozatba, tehát interneten utána nézhetnek, majd lesz rajta. Az derült ki, hogy a Tiszafüredi gimnáziumnak legalább 3 féle sapka változata volt, és ez már a legutolsó változat. Tehát, és ez végül is ez is az iskolához, a közösséghez való kötődésnek a jele volt, és hogy milyen sok, lám-lám egy ilyen kis apró dologról, mi mindent ki lehet deríteni, és mi mindenről árulkodik. Ugye itt akkor sikerült olyan szép fotót összegyűjteni, hogy Dénes és barátai ott pózolnak szépen a fényképen a sapkában, úgyhogy ez óriási dolog. Na de nem erről akarok ám én itt beszélni, hanem nem tudom, Szigeti Iván bácsiról, mint múzeum szervezőről, mint múzeum alapítóról. Mert nem tudom, hogy mennyire ismert önök előtt, Iván bácsi akár múzeum igazgató is lehetett volna, és hogyha ez lesz, akkor maguknak nem lett volna osztályfőnök. Egészen biztos, amennyire én belepóstoltam az ő munkásságába és írásaiba, ugyanis ő 4,5, hát bő 4 esztendeig volt múzeum igazgató, 1949-től 1955. január végéig, és akkor tiszteletdíjas igazgatóról van szó egyébként, tehát szerintem ő neki akkor feltették, vagy saját magának feltette azt a kérdést, hogy most maradok tanár-e, vagy eljövök múzeum igazgatónak. Ez, hogy vajon miért döntött úgy, hogy mégiscsak tanár lesz és ott marad, ezt nyilván elmondhatta annak idején, de még egyszer mondanám, akár múzeum igazgató is lehetett volna, mert nem akármilyen időszakban volt az intézménynek a vezetője, a tiszteletdíjas vezetője, és nem akármiket hajtott itt végre, és én erről szeretnék néhány dolgot mondani, majd fékeznem kell magam, mert én hajlamos vagyok nagyon hosszan mesélni a történetekről, majd hittegettek, hogy már most elég, meg különben is, hogyha hallom, horkolni kezd az utolsó sor, akkor már majd csak felébredek. Tehát én Iván bácsit soha nem láttam, legalábbis nem emlékszem rá. Nagy iváni születésű ember vagyok, a Karcagi gimnáziumban kerültem, úgy döntöttem akkor, vagy helyettem úgy döntöttek, hogy mégse Füredre, hanem Karcagra. Ez Sasvári Jóska igazgató bácsi mondta egyébként, nem néhányan ismeri, kijött egyszer szünetbe, és azt mondta, hogy kisvadász, te belőled angol történelem szakos tanár lett. Egy picit tévedett csak, mert történelem földrajz szakot végeztem, egyébként angolból államvizsgái vannak, meg stb. Tehát majdnem az lettem, csak utána eljöttem múzeológusnak, Iván bácsi az tanárság mellett visszafordult. Tehát egyik elődünknek tekintjük ilyen szempontból, ha nem haragszanom, viszont nincs eléggé feldolgozva a munkássága, és azt hiszem, hogy ez még nekünk egy nagy adósságunk, hogy majd az ő múzeum igazgatói, múzeum szervezői munkásságáról többet is kiderítsünk, többet. Az egyszerű életrajzi adatai közül fel kell idéznem, hogy pont a mai napon van halálának az évfordulója, 1996. augusztus 30-án hunyt el, és egyébként 1910. január közepén pápán született.
egy múzeumi lexikonban, ugye Magyar Múzeumban, Karcként, Csarnok Ábán, Füvesi Anikó Múzeum előző igazgatói írt egy kis szócikket az életrajzáról. Tanár, festőművész, múzeumvezetőként van megjelölve, tehát szeretném jelezni, hogy nem csak pedagógus, hanem festőművész és múzeumvezető is a Szigeti Iván. Engedjék meg, hogy az életrajzából egy kicsit felidézek néhány dolgot. Az apja gimnáziumi testnevelő, az édesanyja háztartásbeli, és heten voltak gyerekek, Iván bácsi az ötödik gyerek volt. Pápán végezte az elemi iskolai és középiskolai tanulmányait, és 35-ben a képzőművészeti főiskolán rajztanári képesítést szerzett. Aztán érdekes, egy évig állástalan. Na, a mai fiatalok hasonlóképpen, azt hiszem, ezzel ismerik. Egy évig állástalan, majd helyettesítő tanár itt-ott. Először Kőszegen, aztán a szomszédban Egerben, egy kicsit ugrunk, majd utána megint egy kicsi, 38 nyarától a Marcali Polgári Iskolában nevezték ki, tehát járkálunk rendesen az országban. Ott 14 hónapot töltött, majd egy hónapig Mohácson tanított. És hogy nem, tényleg ezt rejtél. Egyszer csak Tiszafüreden, nyilván itt volt állás, ide nevezték ki, 1939. november 27-én, tehát úgy tanév közben. November 27-én a Polgári Fiú és Leány Iskolába került. Egy évvel később került ide a felesége Fischer Lilla, és akkor két évvel később, 42-ben kötöttek házasságot, két gyermek született Iván bácsiból. Iván bácsi 44 októberében bevonult katonának, az már egy zűrös időszak volt, szóval akkor már nagyon figyeltek arra, hogy ki az, aki mozdítható ember, itt már akkor itt harcol, itt van a front Magyarországon. Óriási szerencséje volt szerintem szegénynek, hogy Németországban májusban fogták el, nyilván amerikaiak lehettek egyébként, tehát nyugati fogságban, mert onnan vissza tudott jönni néhány hónap után, mert aki keleten került fogságba, az nem érte be ennyire. Tehát ő 45. augusztusában már szabadult, és 45. szeptemberétől már újra tanított. 48-ig még a polgáriskolában, akkor átszervezték ezt a bizonyos polgáriskolát, és ő a fiúiskolánál, tehát a korábbi református iskola, a későbbi fiú, majd még később Kispád iskola, és most újban a református iskola, tehát ő ott tanított, de időközben óraadás is elkezdett, a óraadó lett a gimnáziumban, nyilván rajz szakval. Mert hogy vélhetően 55-től, de ehhez még majd az iskola segítségét kell kérnem, óraadó a gimnáziumban, ugyanis 1955-ben az ELTE-n elvégezte az ábrázoló geometria szakot, és ugye ezt ilyet csak a gimnáziumban tudtam, és 1957. szeptemberi tanévkezdéstől átment főállásba a gimnáziumba, ahol ábrázoló geometria szakot és művészettörténetet, mint rajztanár tanított egészen nyugdíjba vonulásáig 1970. július elején búcsúztatták, és akkor még abban a hónapban állományban volt. Ezt történelem, tehát itt most nem válogatunk a politikai dolgokban. 1959. júniusában szocialista kultúráért kitüntetést kapott. És ez nem lehet véletlen, az egészen biztos összefüggésben volt a múzeumvezetői munkájával, korábban a múzeumvezetői munkájával is. A felterjesztést ezt nem ismerem, nem tudjuk pontosan. Nyugdíjazást követően elköltöztek Tiszafüredre. Hát amiről én szeretnék beszélni bővebben az, hogy hogyan is került a múzeumhoz és mit csinált a múzeumban.
Mert 1949 végén kapcsolódott be a Tiszafüredi Múzeum újjászervezésébe, melyet egyébként 49 decemberében Állami Falu Múzeum már neveznek át. Tehát azt kell tudni, hogy ez a múzeum 1877-es alapítású, és ez a hatalmas, tehát 1877, nem nyelvbotlás, és akkor, amikor Szigeti Iván ide kerül, már ez egy több évtizedes, rendes, nagy presztízsű gyűjtemény, még akkor is, hogyha nem főállásban foglalkoznak vele, meg nincsen külön épület erre, a városházán, illetve a mostani az akkori községházán, a mai városházán volt néhány szoba, aztán egy időben a polgári iskolában is működött ez a gyűjtemény. Nos, tehát ezt újjászervezték Falu Múzeummá, és pontosan 1949. decemberében történt ez az újjászervezés, ugyanis a II. Világháborúban nagyon nagy pusztításot esett át. Én ezt lehet, hogy kapcsolok ebből le, mert lehet, hogy nem jól látszik valamelyik. Jó lesz, igaz? Jó. Ennek lesz megbízott vezetője 1955 elejéig, és úgy tűnik, hogy rajztanári művész hajlama miatt kerül kapcsolatba a múzeumban. Ő ezt el is, meg egyik levelében le is írja, hogy amikor 1949 végén a majdnem széthordott, meg elégetett, meg nyíltan mondjuk szétlopott gyűjteményt újjászervezték, akkor nem utolsó sorban Sztálin Eftás születésnapjára, tehát ezt is korabeli források mondjuk, de nem tehettek más. Ugye, mint ahogy mindig is, az nagy események különféle nagy, vagy nagynak vélt embereknek a nevéhez kötődnek minden korszakban, hát hogy melyik korszak ezt mennyire vállalja fel, meg űzi, nyilván óriási különbség van ezen belül a történelemben. Nos, de hát ugye 49-ben újjászervezték, és akkor nagyon úgy néz ki, hogy ez az egész dolog ő rajta maradt. Mert azt írja, hogy elment az újjászervezéshez, rajztanári grafikai munkákat vállalt, és utána mondták, hogy ne jó, akkor komán te jó leszel múzeumigazgatónak. Ez körülbelül szó szerint így történt, erre majd találunk kis utalásokat, de egyébként ezt maga így mondja. Nem tudom, hogy hát először is ugye az ember csak olyan dologba keveredik bele, amelyikhez egy kicsit van kedve. De nem biztos, hogy neki olyan mélységig volt kedve, viszont az emberi kvalitásaira vall az a dolog, hogy nagyon komolyan vette, mert 4 vagy 5 olyan szakmai újítás kötődik a nevéhez, amelyre méltán lehetünk büszkék mind a mai napig és még hosszú ideig. Hát az egyik az, hogy részt vett ebbe az újjászervezésbe. Hát de most gondoljanak bele ilyen, sok kosz, kacat, minden, azt valahogy rendezzük újjá, hogy az emberek elé kell majd állni, és mégis tanuljon valamit az utókor abból, hogy mi volt az őskorban, meg mi volt később, meg Füred miről nevezetes. És akkor ő ebben fantáziát látott, ehhez ő rá készített feliratokat, grafikákat, térképeket, rajzokat, mert hogy ezt budapesti emberek szervezték akkor is. Egész pontosan az Országos Múzeumi Központból jött ki 4 ember, a nevüket is tudjuk, és akkor az egyetlen füredi ember volt, aki ő belekeveredett. Lehetett még egy másik nagy ösztönzője, hogy úgy mondjam, bűnöse, a Varga Feri bácsi, aki az iskolának az alapító igazgatója volt a gimnáziumnak, és szerintem ő már nem bírt azt a sok vállalást, mert ő műemléki felügyelőtől minden volt, meg iskola szervező, és gondolom, hogy itt volt egy jó ismerőse, és akkor te csináld ezt. Eszterdében ezelőtt ilyen szépen felújítottak. Bízunk abban, hogy nem csak a kőből épült templom,
hanem a lelkek templomai, szüntelenül épül. Indítványára vagy közleműködésére újjá szerveződött a gyűjtemény. Új helyre költözött, elkészítették az első leltárt, amit nagyon nagy dolog egyébként, ezzel mind naponta bajlódunk, tudjuk, hogy mekkora nagy munka, mert az nem csak úgy, hogy megyünk, hogy ez egy vitrén, hanem akkor azt le kell fényképezni, 30 dolgot le kell írni egy múzeumi tárgyunk. Ennyiben különbözik a múzeumi tárgy az átlagos tárgytól. Tehát arról olyan születési anyakönyvi kivonatot kell készíteni, hogy amíg a világ az, és ha persze el nem égetik, meg szépen verik ezeket az adathordozókat, azokat fel fogják ismerni. Most már le is kell fényképezni digitálisan is, ami megkönnyíti a munkánkat, meg is nehezíti, mert még több munkánk van vele. Tehát, de ő akkor elkészítette az első olyan leltárt, ami szakmai, tehát nem úgy, hogy csak beírjuk, hogy ez, hanem ami a szakmai előírásoknak megfelelő leltárt. Harmadik, kiharcolta, hogy a múzeum ide kerüljön, ebbe az épületbe, a Horvicsé kúriába. Negyedik, elnevezték ezt a múzeumot Kis Pál honvéd tábornokról. Ezekről mind része, és egy ötödik dolog, hogy felfedezte, és szorgalmazta, hogy a tiszafüredi fazekasságnak, amelyik a Fürednek egyik, második legnevezetesebb kézműipari mestersége volt. A nyerges, a fazekasság, ez a kettő, ezek világhírűek, nemzetközi hírűek. Szóval ő akkor már szorgalmazta a fazekasság felújítását, mert talált egy Katona János nevű fazekast, őt teremőrnek alkalmazta, egy évig nem adtak neki fizetést erre, már sem Iván bácsinak sem fog teremőrnek különösen, de kiállta, hogy legyen egy kis tiszteletdíja, és ő azt szerette volna, hogyha ő itt majd korongozgat, tehát dolgozik és árusítanak is. Azért nem lett az egész mű semmi, mert a bácsi idős volt, beteg volt és 1954-ben elhűlt. De az, hogy a tiszafüredi fazekasságot meg kellene őrizni, ez is a Szigeti Ivár egyik találmánya. Nagy jó. Mert hogy utána tényleg lett belőle, mondjuk a múzeum állandó kiállítás része, Szűcsében és Szűcs család nagynét örök sokkal révén pedig most már tényleg az igazi hírja. Egy kicsit felgyorsítva, de most már struktúrálva. Ezt a 4-5 dolgot szépen végig szeretném vezetni. Az első, a múzeum újjászervezőjét köszönhetjük. Találgatjuk, keressük, hogy miért ez a különleges dolog, hogy miért nem a könyvtárat szervezte, vagy miért nem szervezett valami más. Egyébként színjátszó csoportot is szervezett. Tehát, vagy miért nem alapított, tudom én, festőiskolát vagy alá. Ezt vállalta fel, szerintem ebben közre játszottak a tanár elődei, Varga Feri bácsi is, meg az a társadalmi közeg, amely már tudta, hogy hát itt Füreden van egy olyan gyűjtemény, amely az egyik legrégi vidéki gyűjtemény, és ő ezt itt Pápán született tanárként a lokálpatriotizmus felvállalta. Művész hajlama révén grafikusként részt vett a rendezésben 49 végén, így jutott ez a szerep számára. Megtaláltam ebben a legendás, milyen pénztárkönyv fedő nevű látogatói könyvben megtaláltam. Például az legelső oldalon, a legelső látogatók között, amikor 1947. augusztus 20-án újra szervezték a múzeumot. Nem tudjuk, hogy miket. Rögtön ott van az első 20 között Sziget Iván neve, majdnem oda akar mutatni a piros nyílt, de úgy látszik elmozdul, Varga Ferenc mellett. És még sokan mások vannak ott, például Ági Berek Szászi Lajos bácsi is, ők még élnek, akinek a neve ott van, és egyébként Cseh József nevű
majd később a Pest Erzsébeti Múzeumnak az alapítója lesz ez a Cseh József bácsi, ő volt, aki szervezte, az ő főleg egyszer a 80-as években én találkoztam vele, csak akkor még nem tudtam, hogy miket kellene tőle kérdezni, mármint hogy Cseh József bácsival. Ő el tudta volna most mondani mindazt, amit most nem tudok elmondani. Ennek ellenére képes lesz a kórhában beszélni, ha nem szól. De tehát ezt pontosan nem tudjuk. Viszont Barabás Jenő, etnográfus, néprajzos, az etnográfia, tehát a Magyar Néprajzi Társaságnak a központi folyóiratában leírta a Tiszafüredi Falu Múzeumnak a megszületési körülményeit másfél oldalban, 1950-ben. Ezen nem lehet jól olvasni, de talán majd innen valamit, hogy az első oldal, hogy ugye 49. december 21-én megnyílt az ország első falu múzeum a Tiszafüreden. Ez egy új múzeum típusnak, a falu múzeumnak a kísérlete. Szerintem semmi köze nincs a skanzennek, amit eddig nem találkoztam életében, aki elmondta volna, hogy ez miért falu múzeum, és arra gyanakszom, hogy azért, mert egy olyan múzeum volt, amelyik nem városi jogállású településen jött létre. Ebben tényleg első füledi. Ez a bizonyos közgyűjteményi felügyelőség dolgozói sztálini munkafelajánlásban végezték el ezt a munkát. Komoly dolog volt, olvastam, mindenkinek tenni kellett. Sztálini munkafelajánlás. Postástól kezdve mindenkinek. És bizony ebben jeleskedni kellett. Lám-lám, ilyenkor még hasznos dolgokat is tudunk csinálni egyébként, csak úgy zárójelből, hogy nem érdemes eleve, mert kimaradni belőle, lesz abban még jó dolog is. Hát majd az utókor megtanulja értékén mérni. A kiállítást rendező brigád tagjai egy bizonyos Thomas Edith nevű nagyon nagy hírű régész, ezt csak úgy azóta mondom, hogy utána Barabás Jenő szintén nagy hírű etnográfus, Mózes Klára kartográfus és Sziget Iván grafikus. Mindhárman budapestiek, ő egyedül a fő. Ez is Radnóti Aladár vezetésével volt. Radnóti Aladár 56-ban, amint tehette, gyorsan Németországba kiment, és ott lett világhírű egyébként. Azt szeretném ezzel mondani, hogy ugye itt van az, amikor ő belekeveredett segítőkészséggel, beszállt ebbe a munkába, és ezt követően maradhatott. Van itt, megpróbáltam ezen a bizonyos látogatókönyv alapján, mert ennek nincsen más élő bizonyítéka, hogy itt sztálini munkafelajánlásból jött létre a falu múzeum, és ez olyan, mint a eposzi kellék, a hókarú nauszika, hogy ez itt az első falu múzeum sztálin születésnapján, és én világért, főleg az utóbbi időben egyre inkább kételkedő ember vagyok. Na, tényleg akkor volt? Nincs más forrásunk, csak a Barabás Jenő etnográfiai cikke, az egyébként nem semmi, mert hogy például a látogatókönyvből nem derül ki, mert arra gondoltam, hogy legalább a megnyitás napján beleírja elvtársnő boldogtalan, hogy itt most nagy dolog van. Jelentem 1949. decemberében süket a látogatói könyvük. Úgyhogy a rejtély továbbra is megvan, hogy vajon tényleg megnyitották-e, mert furfangos emberek voltak ám már akkor is. Rendezünk, megcsináljuk, na ha akarjátok, lejelentjük. Egy biztos új kiállítás volt fölte. Hogy aztán azon a napon nyílt-e, ezt majd eldöntik a illetékesek. Itt van. Én nekem hihetetlen, hogy 1949, itt van, azt mondja, hogy október, november, utána már 50 van. Tehát nincsen, de jó, tegyük fel ezt a látogatókönyvet. Eldugták, ide nem írom bele. Tehát magyarul biztos, hogy
hogy újjá szervezték a kiállítást, nem a kiállítás állt. És hát azt is tudjuk, hogy nem akárki, mint Ortodai Gyula, aki később miniszter lett, ő írt Szigeti Iván tanár úrnak levelet 1950 márciusában, tehát 3 hónappal a megnyitó után, hogy tapasztalatcsere mozgalom indul, magyarul továbbképzés. Megtanítunk mindenkit, hogy hogy kell gyűjteni a múzeumba a tárgyakat. Na most, én alig vártam már, amikor továbbképzésre hívtak engem tanárokon. Most is nagyon örülök neki. Nem sokára megyek újra, itt egy szakállasan megöregülnek. Most is továbbképeznek. Na, nagyon örülök neki. Ez zárójelben mondtam. Szerintem ennek ő is. Én örültem volna, ha ilyen levelet kapok. De ezt nagyon idézőjelben teszem. Azt mondja, hogy hát amennyiben szolgálatmentességet kapok abban az időpontban, magyarul nem kell az órákat tartani, mert ugye az nem fel, hogy még órákat is tartok, mert akkor innen Tiszafüredről éjszaka lesz a továbbképzés. Akkor ő elmegy. Hát ezt a nagyon pozitív hozzájárást félre szokták érteni mindenkorban. Na jó, akkor majd megteremtjük a feltételeket. Gondolom, nagyon örültek neki az iskolák, hogy kieső órákat pótolnak. Lényeg az, hogy egész biztos, hogy részt vett, mert itt vannak a dokumentációk, amiket kapott, és majd csak ott van, 1950. július 29-en, tehát jóval fél évvel azután, hogy már megalakult a múzeum, megkapja a minisztériumtól a múzeum vezetői ideiglenes megbízást. Tiszteletdíjának biztosítása iránt a községi előjáróságot megkerestem, ezt ismerjük. A községi előjáróság az időtáj elég rosszul volt. Tehát rosszul hallott, majd csak egy év múlva került arra sor, hogy tiszteletdíjunk is legyen. Rengeteg az áthallás a mai időszakban. Erről most én is tudok majd beszélni, de leginkább majd a nyugdíjba megyek, akkor szívesen. Ezzel kapcsolatban még további észrevétel. Lényeg az, hogy tényleg megkapta a kinevezést, illetve a megbízást. Íme ez a szép eredeti dokumentum. Sziget Iván tanárnak, itt van Molnár János teátra, mint az előbb még idéztem. Tulajdonképpen 1950-ben nem is fogunk, csak ennyit, hogy az egész év végén aztán megerősítették. Hát több levélváltás is van még. Az 51-es esztendőről arról, hogy ez az első teljes év, mert ekkor készít először költségvetést. Tehát egy évig úgy működött a múzeum, mondom, valaki rábeszélte, hogy legyen múzeumigazgató, és ő szegény elvállalta. De hálá Istennek, 1951-ben elkészítette. Megvan a levelezés az, hogy írogat, hogy mi micsoda, hát rajztanáról van szó. Szóval, tehát képtelenség a könyvelői fogalmakkal, hogy mi micsoda, melyik rovat, meg ilyen. Ír, el is késett vele, tehát szemelt, ő csak mellékállásban készíti. Ebből aztán akkor a második a gyűjteményrendezés, és a harmadik a kiállítás népszerűsítése. Itt idéznék abból, hogy elkészítette a költségvetést, és persze, hogy kimaradt a költségvetésből egy múzeumi őr díjazása, itt most már arról a fazekasról van szó, aki a kiállítás idő alatt nem is jutott szegény eszeg, nem mondták neki, hogy ilyet be lehet építeni. De ez sokba került, egész évben nem tudta kijárni, hogy kapja. Felvette ugyan a múzeumért, de ő is társadalmi munkában dolgozott. Úgyhogy itt van egy a fazekasok közül, 65 éves, és itt akkor tudna dolgozni, stb. Igen, nagyon örültünk neki, visszajöttek, de pénz nem lesz. Hát ez most borzasztó ismerős dolog, hogy tud így is a történelem ismerni, nem is érdemes újrakezdeni. Csak élni kell, és akkor majd megtörténnek ugyanazok a dolgok. Egy kicsit persze lehet mázolni, meg PR kommunikációval ezt-azt fegni, de nagyon jót
fog majd az utókor mi rajtunk is szórakozni. Itt az első, vagy talán a második tiszteletdíjjal kapcsolatos elismervényét, ugyanis ő postán Budapestről kapta a 200 forintos tiszteletdíját. Egyébként az egész havi tanári fizetése 765 forint volt, családi pótlékkal együtt 1951-ben. A múzeumért 200, na, heti 8 órában dolgozott. És nekem különösen azt tetszett, hogy amikor a postán a feladó szervény megérkezett, akkor egy ilyen mesét kellett írni mellé, tehát nem úgy, mint most, hogy akkor eltesszük, és sőt, most már nem is tesszük el a mátudajákat, hanem akkor még írtunk egy ilyen elismervényt, aláírtuk, lepecsételtük, és visszaküldtük Budapestre. Gondolom, közben a pénzt el volt szabad már költeni, mert lényeg az, hogy, és ez most megmaradt, ugye ez az utókornak, jó sok ilyen kis cetli van. 1951-ben néhány kiállítás látogató. Ugye, hát itt lehet fel, rögtön keressünk akárki. Ugye én ezt azért másoltam ki, mert ha itt kellene lenni Kaposvári Gyulának, aki úgy látszik, hogy mégiscsak rosszul tette. Ott van az ötödik. Jó, így van, ott van. Mert Kaposvári Gyula lett később a Szolnoki Múzeum igazgató, és Gyula bácsi, az ő körülbelül olyan ember lehetett, mint Szigeti Iván bácsi. Ugyanolyan megszállt, na őt ismertem. És akkor Kaposvári Gyula kijött ide Füredre megnézni, hogy na mégiscsak Szolnok megye, és akkor hogy leírja egy levélbe, hogy amikor a megyei tanács tervosztály vezetője 1950. január 10-án Tiszafüreden járt, megrőkönyödve tapasztalta, hogy a tiszafüredi községházán 1836-os kalendáriummal tüzelnek. Még egyszer elmondjam az időmondat. Tehát Tiszafüred annyira civilizált hely volt, és annyira tudták az emberek, hogy mit csinálnak, de szerintem ez nem jó. Annyira fáztak, hogy az 1836-os, ma már ő akkor is ős nyomtatványnak számító kalendárium, önfeledten tüzeltek vele. Na most, én úgy gondolom, hogy az 1836-os kalendáriumon nem ám a Magyar Dolgozók Pártjának a taggyűlésén osztogatták a gépállomáson, hanem a szomszéd szobában lévő múzeumból származott ez a kalendárium. Dicséretére legyen mondva, a tanács, a megyei tanács tervosztály vezetőinek ezt neki sem tetszett, és szólt, hogy itt Füreden meg a kultúrt, a régi dolgokat pusztítja, és akkor áttelefonálhattak, hogy magukhoz hívták Gyula bácsit, ő meg gyorsan vonatra ült, ki is jött január 20-án, leírja, hogy nem tudott bemenni a múzeumba egyébként, 3 óra hosszáig, mert hogy Iván bácsi nem volt a helyszínen, az akkori emberek legalább olyan jól ismerték a múzeumot, hogy hol van, mint most. Akitől megkérdezik, mi itt múzeum van? Tehát Füredi ember, hál' Istennek van most már Füred tévé, és ugye mindig ott dumálok benne, és így látják, hogy azt a szakállas fickót meg már láttuk valahol. Állítólag múzeum, akkor biztos van múzeum is. Ez ott van. Na, akkor is így lehetett, tehát megint sokadik párhuzam. Szóval Gyula bácsi kijött, van nagy nehezen be tudott menni, aztán utána ezt levélben le is ír, és így ismerkedtek meg. Nem mesélem el a levélváltás tartalmát, akkor nem lesz ebédel is. Tehát viszont így. Az 1951-es esztendő tulajdonképpen a gyűjtemény újjászervezésével, népszerűsítésével eltelt, és 1952-ben, mert az első költségvetéssel, akkor már szóba került, hogy ugye ilyen égetéseket megakadályozandó, stb. Mégiscsak méltó helyre kellene költöztetni a múzeumot, és először az merült fel, hogy a volt bikaszállóban legyen egy kultúrpalota.
Ez szerintem utána valahogy lekerült napi rendi pontról, és rácsapott a gimnázium, mert oda került a kollégium. Az is szerintem jó helytállás, még mindig hasznosabb, mint hogyha valami másra fűszer raktál, vagy nem tudod mi volt korábban. Tehát a kultúrpalota, tehát a 52 évelején még ilyen levelek vannak, hogy na majd oda költözünk, aztán egyszer csak mégis jobb a Kossuth ház. Így hívták az 1950-es évek elején ezt, mert hát Lipcsei Góriának mégse kellene nevezni, hiszen hát az feudalizmus, és 1952-ben vagyunk a legkeményebb, legsötétebb, tehát tényleg a múltat újra kezdjük, vagy végképp eltöröljük, tehát Lipcsei kert nem volt. Lipcsei Kória nem volt, Kossuth ház. Én emlékszem gyerekkoromban, 60-as években, még akkor is úgy volt ki, hogy Kossuth ház idézője. Lehet, hogy a fülediek nem tudták, mert Lipcsei kertnek tudták, de azért megpróbáltuk elsütni a dolgot, hogy másnak nevezzük, ami az. Van ilyen. És akkor kinézték, hogy Lipcsei Góriába. Aztán leltározni is kellene most már. És a fazekasság hagyományi akkor most egy kicsit gyorsulunk. Itt van a legelőször, hogy 52-ben első levél a járási tanácsnak írja. Ó, de ez nagyon jó. Ha a közel 80 esztendős múzeumot helyhiánya miatt, vagy meg nem, helyhiány miatt meg kellene szüntetni, vagy a dolgozók előtt el kellene zárni. Na most képzeljék el, hogyha egy ilyen levél a felettes pár tudomását, őt, hogy a dolgozók előtt el akarnak, tehát szegények így tolódtak a dolgozók. Tehát ezt nagyon jó, meg kellett ragadni a korabeli szlogent, és abban a pillanatban lehetett egy kicsit helyben voltunk, vágán, tehát sinem voltunk. Szóval megtalálták a kulcsmondatot, na, hogy nem lesz hely, akkor a dolgozók elől el lezárva. Ezt abban a pillanatban megkezdődött a lázas keresése. De egyébként azt még itt egy másik levél is van, ez csak azért, hogy az Iván bácsi kézírását felidézem egy picit. Közben voltak ám itt ravasz emberek is, mert ennek ezt a házat lebontották, és közben nem is akarták lebontani, de bosszút akart állni az egyik ember a másik szomszédján, ez azóta kiderült, tehát itt megvan a dokumentum, ez itt a volt kenyérgyártó régi egyik ingatlanról van, hogy nem olyan régi házat, azt mondták, hogy ott még Rákóczi is járt, hát nem volt igaz, az Iván bácsival meg kivizsgáltatták, hogy igaz-e. Hát ugye Rákóczival nem tudott beszélni, szegényét, ott elkezdte nyaggatni az embereket, hogy kicsit senki nem is hallott ilyenről, nem is volt igaz, de ettől meg is meg kellett vizsgálni. Hát az 1950-es évek elején. Itt még megint úgy látszik, ez benn maradt kétszer is. És itt arról van szó, hogy 1952 végén írja, hogy még mindig nem tudtunk átköltözni. Pedig a dolgozóktól való elzárás ügye ide-oda nem nagyon hatotta meg, viszont akkor felgyorsult az átköltözés ügye, amikor a járási tanács kiötölte, hogy a járási székházat át kellene költöztetni a mai polgármesteri hivatal helyére, vagyis a községházára, mert az nagyobb épület, és ebben a pillanatban az ott lévő múzeum is veszélybe került. Na most ezt elrendelték 52. szeptemberében, hogy költözés, és legelső, hogy akkor a múzeumon gyorsan repüljön. Na és akkor megkezdődik egy másfél éves húzavona, hogy hová, illetve ami kiszemelte már akkor ugye ezt az épületet, ebben meg a gépállomás volt, igaz, hogy nem kellett neki az épület, de akkor sem tehát. Hát ne feledjük el, a kultúra ügyéről van szó, az nem olyan fontos. Az 1950-es években sem. Tehát itt aztán lehetne idézgetni, amikor ezt itt jártam, elhatároztam, hogy erről egy külön 10-valahány oldalt
hivatalos tanulmányt is lehet írni, úgyhogy ezzel nem mutatnám magukat. Rendkívül, pedig csak a mi irattárunk anyaga, hogyha még ezt máshol is megnézném, hogy mi minden van, rendkívül gazdag fordulatokban ez a múzeumi elhelyezés. Az a lényeg, hogy ezt csak 1953-52-ben semmit nem tudott elérni. Láttuk januárban felvetni, hogy ide kellene költözni, egész évben semmi nem. Hozták a tanácsházáról ki, és majd valahova. És akkor itt látjuk, hogy készített különféle rajzokat a múzeumnak a leírásáról. Itt most ide kell egy pillanatra szaladnunk, mert most valahol itt mutogatok, illetve már átjöttem. Tehát itt ülünk, ebben a két teremben, itt a főbejárat. Ugye ez a rész, ez a déli rész, ott, ez itt azért nincsen részletezve, mert itt a gépállomás, oda ő be se tudott menni. Tehát még az is csoda, hogy egyáltalán le tudta rajzolni. Itt szerepel, hogy melyik hány négyzetméter, tehát nem megyünk részletesen bele. Az a lényege, hogy legelőször csak ezt a két szobát, az egyest és a kettest tudta megszerezni a kiállítás céljára. Aztán utána megszerezte még ezt a hármast, meg ezeket a kis helyiségeket, amik itt vannak, tehát amik arra befelé vannak. Ahol majd most csipegetni fogunk, azt még nem tudta megszerezni, meg azt a részt sem egyáltalán. Azt egészen az hosszú ideig nem lett, több évig, illetve évtizedig nem tudta megszerezni. Múzeum, noha egy megyei tanácsi, itt vannak a helyiségek leírva, itt van, hogy itt pedig Kerekperec leírták, hogy már régen a múzeumnak ítélte meg a felettes hatóság, de az állami gazdaság, mivel az egy szocialista nagyüzem volt, sokkal nagyobb emberek kellett, hogy ott üljönek, azok nem engedték, hogy érvényt szerezzenek ennek a határozatnak. Kis királyságnak lehetne ezt nevezni, hát akkor nem király volt az embereknek a fején, hanem minden ettől függetlenül a mechanizmus ugyanúgy működik, tartsunk be egymásnak. 1953 végén azért csak átköltöznek, és azt szeretném ezzel mutatni, hogy itt az, hogy mekkora a gyűjteményi anyag, 1317 darabból áll a gyűjteményi anyag, ma 12 000, fényképekkel együtt 22 000, de a törzsanyag, ez az 1317, ez egy olyan anyag, ami a nagyon régi időből, tehát még a Taricki Endre múzeum alapítók idejéből, 1877-től megmaradt. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ennyit meg sikerült megmenteni, és meg tudtak menteni, és ezt be is leltározták. Az utolsó fejezet következik, bocsánat, hogy picit hosszú voltam. Ez a névadás, az üzemszerű működés és a fazekasság újra felfedezése, illetve kudarca, hisz elhúlt közben a teremből bácsi. A névadásról néhány szó. Ez egy nagyon furfangos történet. Nekem ez a kedvencem. 1954. április 7-én Sziget Iván múzeum vezető javaslatot tesz, hogy nevezzük el a Füledi múzeumot. Ő három javaslatot tett, akkor szokás, tehát megzavarhatja ezzel szerintem az ellenfeleket. Készeljék el, hogyha beterjesztem, hogy ennek a tésznek vörös csillag, Rákosi csillaga, vagy Lenini komszomol legyen a neve, rögtön szóltak volna, hogy elvtárs, ne szórakozzon mind a három. Akkor három felé szervezik. Na most itt szegény, látszik, hogy polgári gondolkodás. Más. Azt mondja, hogy legyen Kispál múzeum, leírja, hogy Kispál 1848-as tábornok volt, a harcok lezajlása után ide költözött Füledre, ide házasodott, és itt halt. Itt is van eltemetve, Pesten halt meg, de itt lakott. Tehát 48 miatt ott van egyébként a tábornok egyenruhában. A másik, legyen Kossuth múzeum. Ez tetszhetett egyébként, amikor minden utcát Kossuthnak, bár annyira nem, mert hát mégsem tetszett. Kossuth, hát mindenhol Kossuth.
Ugye a Kossuth Lajos több napig tartózkodott itt Fülöden, és pontosan a Kossuth házban, ahová majd lejött a múzeum. És a harmadik, Talicki múzeum. Á, most látom, hogy odaírta, hogy itt volt római katolikus plében, most szerintem ezzel egyből kizárt. Az, hogy neki adta meg, ő alapították, az kész. És akkor itt leírja, hogy ismétet, stb. Stb. A minisztériumban nagyon vidám, tréfakedelő és olvasni jól tudó emberek lehettek. Az ő tájt is. Válaszoltak az április 7-i levélre. Április 14-én egy hét múlva. Fenti számú nyíratára válaszolva közlöm, hogy folyóé ennyi hozzájárul, hogy a vezetése alatt álló múzeum nevét Kis Ernő múzeum. Hát az a helyzet, hogy én most el tudom képzelni, hogy elnézést, hogy itt szórakoz, de találkozom vagyunk, meg felnőtt nevelés. Ott üldögélt, hogy hát Kis Ernő, így ilyen van, mert aradi vértanú, Kispák olyan nem létezik. Hát akkor Kis Ernő lesz. Meg is írta, hozzájárulok. Szegény Iván bácsi nagyon örülhetett szerintem, amikor meghattam. Annyira, hogy torlat ragadott. 20 néhány nap múlva, és örömmel vette tudomásul, hogy a múzeum részére a Kis Ernő múzeum elnevezést megengedélyezte, de ő mégis minden valószínűség szerint véletlen tévedés folytán. Funkcionális analfabétizmusnak hívják ma már ezt a jelenséget, tudományosan pedagógiában. Szóval a tévedés folytán nem az általam kért nevek kerültek itt, és akkor mégis mondja, hogy ő Kispát kérte. Nagyon rendesek voltak egyébként, mert nem csináltak presztízsügyet. Hozzájárultak, hogy Kispát, nem soká, május 3-án Kispát. Így lett a mi múzeumnak a neve Kispát, és ezt azóta is büszkén viseljük, ám bár most már vannak új névadási és kísérletek, amelyeket nagy figyelemmel fogunk hallgatni, és szeretnénk majd dokumentálni is, hogyha eljön az ideje. És tulajdonképpen itt már csak egy utolsorulok, hogy 1954-ben ezek után, hogy megvolt a névadás, végre ide költöztek a 2-3 négyterembe, megrendezték az első időszaki kiállítást, na de nem itt, hanem a lányiskolában, mert nem volt elegendő, meg nagy rendetlenség volt itt, tehát még a helyreállítás nem fejeződött be, és ez volt a múzeum első időszaki kiállítása, a Rovart Átedők című kiállítás, amit ajánlottak, és ez nagyon fontos dolog lehetett, nyilván a Burgonya, Bogár és társaiben akkor jelentek meg, és akkor erről volt, és itt látjuk, hogy a lakosság dolongot megnézni ezt a kiállítást, nyilván az iskolás gyerekek, felnőttek is, tehát több oldalon keresztül megvan a látogató. Névsora, aztán utána rendezik a következő kiállítást, a következő kiállítást, de ezeket ugye mind Budapestről kapja, lelevezelezi Lámmány még a névadással. Hát úgy néz ki, hogy egy idő után ezt nem csinálta, nincsenek arról konkrét információk, hogy miért még választotta mégis a tanári pályát, mondjuk például tanítani jobban szeretett, mint ilyen dolgokat csinálni, és hát 1955-ben végezte el ezt a bizonyos ábrázoló geometria szakot, és gondolom úgy volt vele, hogy akkor inkább középiskolai tanár lesz. De egy kicsit tréfásan idéztem fel, mert annyira sok dologban összecsengenek a tapasztalatok, és hogy az, hogy milyen nehéz egy intézmény újra szervezni, meg elindítani, erre tényleg nagyon jó volt, és én nagyon köszönöm, hogy az volt osztályának elmondhattam ezt, hogy még mielőtt magukat tanította volna, és kinevezte volna itt a különféle embereket, hogy te ez leszel, te meg az leszel, meg ezt csinál, ő neki mi minden tapasztalata volt már a szlogeneknek a kezelésében,
emberekkel való bánásmódban, és persze a szakmai munkásságban. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.